Ezek a felvételek a munka végét örökítették meg. A kett hajnali havazással 9 óra körül mindenhol végeztek a Gyulai Közüzemi Kft. Munkatársai. Korán kezdtük a napot, úgy 17:30 után pár perccel vonult ki az első gépünk. A cég közel 40 munkatársát nem állította nagy kihívás elé ez a helyzet. A reggeli órákra ráadásul megszűnt a fagy, és a korábban elvégzett sózás is éreztette hatását. Körülbelül egy olyan 1,5-2 centi hó hullott, -1 fokig hűlt a hőmérséklet, de az elmúlt napon is sóztuk a közterületeket, így a ma reggeli sózás is, illetve a tegnap hajnali sózás is megtette hatását, és ennek köszönhetően, illetve annak, hogy a hőmérséklet is elkezdett emelkedni, tehát jelen pillanatban 9 óra után olyan 0 fok körüli hőmérsékletet mérhetünk, tehát ennek köszönhetően 8 órára az utak feketékké váltak a város területén, illetve a kerékpárutak is. Tavaly novembertől idén február utolsó napjáig a Közüzemi Kft. Munkatársai összesen 10 alkalommal vonultak ki hó- és síktalanítási munkálatokat végezni. Ezek közül több is megelőző jellegű volt, vagyis az idei tél ilyen szempontból elég barátságos arcát mutatta. Ennek ellenére a sótartalékot újra kellett tölteni. Az átlagosnál is enyhébb telünk volt, és kevesebb összer kellett kivonulnunk, de azért úgy szép apránként kopott a sótartalékunk, és az elmúlt héten vásároltunk 100 tonna sót, tehát újra 200 tonna felett van a rendelkezésre álló sómennyiség. Elvileg ez egy egész téli szezonra elég kell, hogy legyen, vagy elég szokott lenni az utóbbi években, tehát most bízom benne, hogy azért február utolsó napját írjuk, hogy azért jelentős mennyiségű sót nem kell kiszórjunk az elkövetkezendő hetekbe. Bányai György elmondta, náluk az elmúlt évek trendje alapján március 15-e tekinthető téli-nyári fordulópontnak. Ezután a dátum után már jóval kisebb az esélye egy komoly havazásnak, bár nem is olyan régen erre is volt példa. Az ügyeleti rendszer tehát eddig tart, de ha a helyzet úgy hozza, március 15-e után is készen létbe állnak.